Piros gyümölcsöt flambíroznak a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum végzős tanulói az iskola dísztermében. De a látta máhiátó helyes elkészítését is megmutatták az újonnan érkező 9-es és 10-es pincérdiákoknak, ugyanis olasz iskola foglaló projektét zajlik az intézményben. Voltak már több diákunk is kijutott Olaszországba nyári gyakorlatra, több hónapon keresztül, nemrég érkeztek haza. Egyébként a holnapi nap folyamán a 9-esek hallhatnak egy beszámolót is erről, hogy milyen élmény volt, vagy egyáltalán milyen volt külföldön dolgozni nyári gyakorlaton, és ezzel kapcsolatos a projekt 7. Az iskola tankonyháján pedig a diákok többek között tiramisut díszíthettek és megismerték az olasz desszert összetevőit. Nagy Imre igazgató azt mondja, szeptember első hetében számos iskola kezdő programmal készültek. Ugye a gólyák megismerkedhetnek az iskolájukkal, megismerkedhetnek Szekszárd várossal. Olyan programokat terveztünk, ami látványos, mozgalmas, interaktív, és mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy jó csapatok épüljenek osztályonként, és akkor ez megalapozhatja majd a későbbi minőségi szakmai munkát. Az igazgató továbbá elmondta, hogy szeretne hagyományt teremteni a projekt 7-ből.